Hát hello, hello! Itt vagyok újra, nem tudom mennyire lehet hallani, vagy mennyire sem. Akadt egy kis technikai probléma, de most már minden rendben van, úgyhogy folytatni fogjuk a Witcher 2-t. Nem tudom mennyien vagytok itt, vagy mennyien sem. Egy kis visszajelzést esetleg, hogyha kérhetek. Srácok, lányok, fiúk, meg ilyenek. Meg aki is annak érzi magát, tudod. Meg hasonló dolgok. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Na, akkor folytassuk is. Remélhetőleg tényleg most már minden faszán megy. Nem lesz technikai problematika. Úgyhogy folytassuk innen a... az Odrin felkapásától csodálatos játékunkat. Odrin, stop fucking around and get up. What? Huh? Who are you? Oh, right. Wait a second. Oh, did you see that? Something just flew past my head. Érdekes dalokat énekel, maradjunk annyiban. Na most kiírta legalább az értesítést. Hello, 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 hello. Újraindult a stream, sziasztok, hello. Éppen ezt a részek disznókat kísérjük vissza a kantinba. Hello, hello. Dick. Megőrült. Odrin, stop fucking around and get up. Na. Újra itt vagyunk. Esetleg, hogyha valaki itt van, akkor valaki írjon valamit a chatre, és akkor látom, hogy talán minden okés. Köszi, köszi. Hear that, cocksuckers! Now step the fuck away from my best mate. Beer inspires great conversation. Now that was beautiful, what you said. So, what are we gonna converse about? I'm looking for work. Think Henselt could use a witcher? Deathmold would make better use of one. Aye. He'll cut you up into na, hello, hello újra, hello, sziasztok! Esetleg, hogyha valamit tényleg írtok a chatre, hogy lássam, hogy minden oké, és akkor az még jó lenne. Köszi. Henselt trusts Deathmold. I think the king knows what he's doing. You don't know shite. I stand by it. Deathmold's got him under his thumb. Oh. Quiet down. Folk are happy though. That's what's important. Folk have had Henselt about up to the top of their helmets. Things go on like this, they'll knock his fat arse off that throne. He don't look to his soldiers no more. Forgotten us, the ingrate. Well, it's no surprise they want to get rid of him, huh? Odrin, shut it. Geralt's like a brother. I'll keep no secrets from him. Who are you talking about? A knave, greedy and cruel. Kills for pleasure. A mágikus páncél. Magic armor and plays itself. Thought he could do what he pleased until he caught Deathmold's eye. Now he's hiding. Too bad about them other lads.
If Trot's caught, he'll give them all up. Heads will roll, I tell ya. Some peoples have come together to plot. Oh. They wanted me to join them, but I was too Trout, szól a csávókánk neve, akit meg kell találni. Them other coiners is all right. Vagy Winson. But Vincent's a greedy sadist. Where can I find them? What you mean, where? The brothel, of course. Fütyös Wendy. Ask for Whistling Wendy. Okay. I'm not looking for a whore. Once you have her, pay attention now. Mosolyával nyissuk ki a paradicsom kapuját. Aha. Open the gates of paradise. Aha. Get it right. Except you won't get the fucker then. Ah, and give her this. I've no use for this coin. Won't buy me no beer. Wendy'll take you to them coiners. Oh, köszi. Na, új info. Király. Legalább most legalább sikerült ez a csodálatos küldetés is. Hogy menjünk a bordélyba. És kérjük Füttyös Wendyt. Beszélő nevek, ugye? Ebben a csodálatos játékban is. Kicsit részegek vagyunk, de hát szarni bele jó az. Yourselves? No, nézzük. How can I help you, Hans? I'm looking for ez a szélünk. We've got plenty of those, you'll be glad to hear. But you'll need to show me your coin before you choose one. We all have our principles. Jól van. I've got the Orens, if that's what you're wondering. Well, these are my girls. Choose white-haired one. És akkor ugye Füttyös Wendyt kell keresni. Nyali Fali Lucy. Paros Fanni Nagy Nyali Miriam. Jó van. Oké. Okay. Talán elég lesz. Elég. Kössük össze kellemes hasznossal ugye. Szokás mondani. Jó van. 18 pluszos. Füttyös Wendyt kértem, nem tudom miért nem jutotta. Lehet, hogy neki is a szögletes érmét kell majd mondani. Várjál. We've got plenty, but you'll need... Ah, ez kellett neki szerintem. Well, these are my girls. Choose white-haired one. És akkor most megint kiválasztjuk Wendyt. I've heard good things about Whistling Wendy. At your service, my prettiest girl, 'tis true. Fool soldiers gave her that stupid nickname. Tidy yourself, Wendy. Witcher on the way. Come on in. The Ripper is afoot. Hail from Stilton, in the Ravalet's lands in Tameria. Hello. What do you desire, my hero? I want your smile to part the gates of paradise. Come with me. This is surprising. Bejött. Thank you.
Faszán kinyitotta nekünk az ajtót szerencsére. És itt vagyunk ezen a titkos helyen, úgymond. Meg is bejött. Amit szerettünk volna. Oh. Vincent Trout. Not wise, Witcher. We'll see about that. I'm wearing Selkirk's armor. Na, az pont nekünk is kell. Pretty much renders me invincible. Selkirk vértje. I didn't know you had Selkirk's armor. I guess that changes things. If you think we're willing to let you go, or that you can escape through magic trickery of some sort. Relax. I'm not going anywhere. Give me the chainmail and I'll forget everything. Whistling Wendy, your plot, and all the coins. You're Deathmole's hound. I don't trust you. You don't need to. I just need the chainmail. Not interested in anything else. I'm to remove it. And hand it over. Then you'll be on your way. And all will be well. Doesn't sound like my kind of story. How's this instead? I'll kill you, take your swords and gold, and the gods will rain good fortune upon me for ridding them of a filthy mutant. Die. Hogy a hülyék mindig a nehezebb utat választják, nem igaz? Morhák. Legalább kapjuk értek tapasztalati pontokat. Vannak szörnyek is, ahogy hallom. Köszi. Hát valaki biztos. Selkirk véltje, köszi. Disznó Hanselt, összeesküvők rejtek helyének kulcsa. Beszélj Dandelionnal és Deathmoldal. Kiváló kedveni tércsizma, első osztályi temeréi kard. Jó. Köszi. Ezek hasznos cuccok voltak. Valami rossz tévéadás amúgy. Többségében. Kacatokat nem visszük el. Csak ami igazán szükséges. Nagyító az maradjon nálad, haver. Kinyitottad az ajtót. Ez vezet ki a toronyból, ugye? Vagy néztem, van másik van másik ajtó is. Ugye ez. Megnézzük, hogy ez hol vezet. Ó, ez külön kulcs kell. Nagyon jó. Az nagyon jó. Hogyha úgy van, jó van. Itt jöttünk le az előbb, ugye? Találkoztunk a kedves Vincent Trouttal. Szépen levágtunk és lenyúltuk a vértjét konkrétan. Ami egy egész jó vért egyébként. Ezt azért hozzá kell tenni. És hát kaptunk egy jobb kis csizmát, itt lehet, hogy le is cserélem most. Szi. Meg minden. Egy helyben is vagyunk és... Ugye ahol volt Odrin, a kedves részeg úriember, ott volt egy barlang, úgyhogy azt is meg tudjuk nézni. Ebben a streamben. Hogyha még itt vagytok, meg minden. Meg hát én is kíváncsi vagyok, hogy mi a fene. Van. Ugye szépen megvizslatjuk. Amerre. Szépen azt meg fogjuk vizslatni, hogy mi a helyzet.
El se fogunk tudni elmenni úgy egy körbe. Cső. Arra meg nem fogunk tudni menni, ugye? Dandelion festett moldal kell majd beszélni. Did they take him? Hensel thinks he'll take a regular army will. Maybe she or she. Possibly. Why haven't you said Hensel doesn't. Another chance? Vele is beszéltünk már. Sajnos körbe kell mennünk. Erre, jó, oké, köszi, köszi, legalább akkor működik most már. Köszi. Hát, ha már itt vagyunk, akkor intézzük el azokat a bűzdémonokat. Meg biztos lesz itt még elég hulla, amit fel kell majd gyújtani. Gyújtani még egyszer. Azt hittem. Ott még vannak. Gondolom ott is kell majd gyújtogatni. Föl és alá. Ó, Necker. Még azért körbenézek. Ködbe vezet. Meg ugye mivel megszereztük azt a vértet, úgymond az egyik ilyen speckó tárgy ugye megvan ahhoz, hogy megtörhessük az átkot, ezt a vérátkot, meg mindent. Ez faszán meg lesz, ha arról van szó. Már itt volt Dandelion, ahogy néztem. Vagy nem? Ja, mit tehát? Jó, van ő majd később lesz úgymond elérhető, hogyha azt tesszük. Most megejtjük ezt a találkozó Deathmold-dal, és akkor utána meg mehetünk a kiválasztott barlanghoz, ugye, ahol elhoztuk ezt a részeg disznó Odrint, ugye? Hello.
Már tudod mit, ha már itt vagyunk, meg tábori kalandok, meg hétvége, akkor már arénázzunk egyet. Úgy is itt van, közel. Vagy nem nálad kell? Még nem lenne szar. Jó van, bejöttem én is. Leszarják, hogy én itt vagyok, mondjuk. Ez egy érdekes. Jó van akkor. Jó van. Ez is új információ számomra. Gondolom, ez a fogolyhoz is majd este kéne ide jönni. És akkor tudunk vele jobban beszélni. Legalábbis az az én tippem. Filippa, azaz. I found Trot and a few other enthusiasts of the square coins. Did you learn who leads them? No. Any survivors? No. Ah, oh, you might at least have spared Trot. I'm sure he had secrets. Any reward for the conspirators? Indeed, a nice round sum per head. The gold. How many were there? Vincent and five others. You killed six men. You and your kind should be isolated. The reward is yours. Here. Ó, vele még nem is beszéltünk. Foltest's killer forced Triss to teleport him to Vergen, or somewhere nearby. Annyira még nem beszéltünk vele, úgyhogy itt az idő. My megascope to accomplish that. Even if Triss is Dandelion, szia, úgyhogy itt tábor körül kutatunk pár questet, és úgymond ez a mostani streamnek a tematikája kb. So? It's your drivel, idiot. Where'd you get that idea? I know you. Not to mention you had the gall to quote me. You're not the only witcher in the world. So, you admit it's yours? Sure it's mine. People have had enough of that pompous clown colluding with Nilfgaard. I decided I needed to open their eyes a little wider. Any idea what that pompous clown's going to do when he finds out who's opening his people's eyes? How would he find out? It could only come from you, and I assume, at least I hope, you won't rat me out. They're going to kill you. Nah. Why did you poke your nose in this? Henselt approached me to write a few panegyrics about him. You know, singing his praises? Can you imagine that? Me? Writing a political pamphlet? Who the hell does he think I am? But that's exactly what this letter is. Possibly. But it's for a good cause. Henselt's a prick. Bassza, szóval kedves Dandelion politikai ügyekbe folyt és kémkedett. Rábaszik a végén, szegény. Valami nem sikerült, mindegy. Legalábbis a
hangból ítélve. Nézzük meg ezt a questet. Beszél veterán katonával a tábori kabinban. Geralt bement a tábori kantinba, ahol véletlenül tanulja lett egy apa és fia vitájának. A Witcher általában kimarad a családi perpatvarokból, de ez élet-halál kérdésnek tűnt. Hősünknek meg kellett oldani a Hanselt elleni összeesküvés rejtét, és ehhez értesülésekre volt szüksége. A táborban csak nagyon kevés barátja akadt. Tapasztalatból tudta, hogy szívességért szívesség jár, hogy az emberek szívesebben segítenek azon, aki valami szívességet tett nekik. Geralt úgy döntött, beszél a veterán katonával, mint később kiderült, az jó döntés volt. Fia halálának hírére nagy csapás volt Manfrednak, Geralt nem felelt meg a várakozásnak, de a vén katona ennek ellenére segített neki, elmondott mindent, amit csak tudott az összeesküvésről. Jó van, gondolom most kéne vele beszélnünk. Irány kantin. Get a hold of yourself. Mind if I join you? Think I've the right to stop you from taking a free stool? No right, but you might not want company while you drink. And why might you want to drink with me? I prefer to drink in good company. Doesn't ring true. You don't even know me. That's true, but I know a good man when I see him. So? Do what you will. Everyone does what they want. My son, for instance, has decided to die. He's decided to duel Letand Avid, known as the Butcher of Sidorus. All in all, that makes him a dead man. Letand Avid, who's that? A killer. Plenty of those in the army. No, killing enemies is not the same as slaughtering your own countrymen. The Butcher likes the latter. And he's good at it. The best. Oh, szóval párbaj lesz. Pia és ez között a gyilkos között. They're going to duel to the death? Are you that ignorant? We've been sitting here for weeks. Nothing is happening, and Hanselt don't like that, so he's organized some diversions. You mean tournaments? Not like tournaments, more like murders. Mock battles without the mocking. The jewelers really leave the arena on their own two feet. When our unit learned that Six Company was putting forward the Butcher of Sidorus, there were no volunteers, so we drew straws and it fell to Sven. He can't back out. He can, but he won't. I've pleaded, I've begged, but my son's a stubborn one. The pup's got honor. But what good's honor to a corpse? What if I helped you? What kind of question is that? Could I count on you in return? Save my son, and there won't be a thing I wouldn't do to aid you. I take that as your vow. Where's Sven? Training in front of the canteen, near the mercenary's tent. You'll know him when you see him. Why did he have to be... Félkegyelmű csökönyű szamár. Szép. Segítünk nekik, ha már itt vagyunk. Miért ne? Szevasz! Sven. Who's asking? Somebody who just might save your ass. Pass off. I wouldn't play the hero if I were you. You don't know me. I spoke to your father. Ha! I'll wager he told you the sad story of Sven, who needs to be rescued. I'm no wandering knight, and you're no princess in distress. I promised your father I'd help you. Then go back and ask his pardon for tricking him. Will you feel better when they kill you? I'll certainly feel worse if I cower out. I'm the last one who'd ask you to do that. What will you do? Summon the Butcher and send him out on an urgent mission to deflower the Virgin of Edirne? No, we'll fight as a pair against Letand and his second. Your honor will remain untouched, like a 12-year-old nun's petal. Ez egy megoldás. Don't ask me to explain myself. Now wave that sword around some more. Both need practice. Így legalább kiegyenlítettek lesznek az esélyek. Na gyere!
Legalább el leszünk, meg ugye tényleg kiegyenlített lesz a küzdelem. Ő az. I'm looking for Letan Davit, the butcher of Sidorus. What do you seek? I want to try my luck. Strange. Most shit themselves at the sight of my sword. They say you're equal to a witcher in a fight. They lie. I'm better. We'll see. You'll need to wait. I've a fight lined up already. We could always duel in pairs. I look around and I see the cream of Kedwenny knights. Someone's bound to agree. I am Edwin Lysom, known also as the Petal. If Letond will have me, I'll gladly stand at his side. Why do they call you the Petal? I've no need for one who ploughs maidens simply for the pleasure of deflaring them. You offend me greatly, Letond. I owe the moniker to the fact that I place flower petals in the mouths of the foes I defeat. I'll be glad to see anything stuffed in the Witcher's mouth. So be it. The enemy have fed you their propaganda. Ah! But what if she's truly an anointed bear? Ah, don't worry about it. Aunt? Has he agreed? Yes. Some whoreson, eh? Unique among them. Ready? Uh-huh. Let's go get him. Hát akkor kapjuk el őket. Most már. Ha már kivívtuk azt, hogy párban párba jözzünk. Noble lords, men at arms! Shortly in the arena you shall witness the famed Letan Davit. Known also as the Butcher of Sidorus, at whose side shall stand the Honorable Edwin the Petal Lysom. Opposing them are Sven of Somewhere and Geralt of Rivia, Witcher. May the gods favor the better men. Begin! What? Inkább nem vízom a véletre, nem végén még megöli a gyereket. Megvan. Hail to the victor! Glory to the vanquished! The prize in the contest was a noble title. Our gracious and merciful ruler, King Henselt, shall generously bestow this upon the young Sven. Heralds will announce the subsequent duels. Long live King Henselt! Long live Kedwin! Na, legalább sikerült megvédenünk a kölyköt. Thank you. You salvaged my honor. You salvaged that foolish head of yours. I'm a knight now. The king himself will do the honors. You were born in a pigsty with a labor came to your mother 18 strings of her. Nothing will change that. Witcher, I said you could demand what you will, and my word's no worse than a noble's. You demanded payment for helping me? Everything has its price. What is it you wish? Information on those who carry square coins. Father! Silence! Why do you need to know? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe your arse. I'll have naught to do with this. Go to Madame Carl's brothel and ask for. Are we even? Yeah. Persze. Ezt mi ma megcsináltuk. Különben, de legalább plusz XP-t kapunk érte, úgyhogy van némi értelme. Deathwolf's looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting the executioner's axe. That scoundrel falls into the sorcerer's hands. He'll give us all up to save his own skin. I'll be careful. Trot wears a magic suit of armor. He could prove a difficult foe, even for you.
köszi. Legalább ezzel is meg vagyunk. Illetve át kell majd kutatnunk Szabninak leveszi kivégzésének a helyét majd. Majd beszélnünk kell ezzel a tündével is itt velünk szemben. Witcher. Hoppá. The king is impressed with your skills. He's called me to organize a tournament. Most jön a torna. If this goes on, his entire army will be slaughtered before he moves against Edirne. This time it'll be a tourney of knights. None of that slaughter for the riffraff to endure. The king will reward the winners handsomely. If you're interested, find me by the arena. Na, fasza. Akkor jelentkezünk a tornára. Ave Henselt, azaz. No talking to the... What do you want? Nem lehet lefizetni. Can I talk to you? You're all right. Don't. I've heard you've been helping our lads. Na végre. Talk away. But be quick. If the corporal sees you, he'll have your balls. And ours. Na. Akkor beszéljünk végre vele. Bloody fat girl. What do you want? Information. You from Yorvith's unit? I'm proud of it. No. Yorvith will avenge me. Maybe. Let me some. I'm responsible for you being captured. I don't understand. I warned Yorvith that the Kingslayer had betrayed him. Your leader's alive because of me. You lie! You're not one of us. Sosem to be. Sosem vagyok, egy senki esse való vagyok, úgyhogy. I have my own goals. I'm hunting the Kingslayer and need information. Will you help me? I'd rather not reveal anything to the Dwan. Nem vagyok Dwan. No elder speech. The Thurmen and Miren. Királygyilkosnak két társa van. De a meggyilkolás után a misorainkban rejtőztek el. Szó nélkül ölni kezdett a kopasz. Legszörnyűbb Doan, Doin harcos. Fasza. Szerint is Alkulsz is vicserek. Fasza. Kígyó ábrázoló medált viselnek. Szóval mészárlásba kezdtek. Ezek a csodálatos királygyilkosok, és ugye Leto nem egyedül van, hanem a két társával, tehát összesen hárman. Erteb orks galt seged enith rothen kem hes te ern moth diam. Rathain? Ken diamles Rathain de Averel. Fesenith rothen beren hensalt gerd. Jaj, de jó, Redani is becsatlakozik. Passa. Na. Tősztori szál, ugye? Vízmosásban vannak. Fasza. Jajjaj, van megint a politika. Quem elvat gerne hemlinge quen. Nemesis. Doxen and seret est elle quen. Vel mert Quinblade Kenneth Berg. Aha, szóval ők jobban ismerték. Seet estep gathes en tred winnes. Vafel. Viszlát. Fasza. Új infók, ugye a másik két királygyilkosról, fasza. Van, akkor ők is itt bujkálnak valahol a környéken. Úgyhogy majd őket is meg kell majd találni, és gondolom majd harcolni is kell majd velük. Tournaments. That's a pastime for real men. Na. Hadd menjen. All right. I'll take part in your tournament. The king will be pleased.
Just remember, this will not be a fight to the death. I'll try not to forget. Ready? Who will I be fighting? Your opponents will be Gwydion, Rendag, and Boren. Interested to know who they are? Who's Gwydion? One of the top fencers in the Kedwenni army. Who's Rendag? A very experienced soldier. He's fought in all of Hensel's campaigns for the past 20 years. Tell me about Boren. Boren's famous for his courage. He fears nothing and no one. Their names are enough. Ready? Hajrá, hadd menjen. Let's begin then. Witcher Geralt of Rivia, fel is lehet adni a harcot. Én nem fogok. Hadd menjen. Kicsit geci volt ez így az elején, de hát... Jó. Witcher Geralt wins! You won. Let me know when you're ready for the next fight. All right. Na hajrá, a következőt. Can we continue the tournament? Ready? I am indeed. Let's begin then. The Witcher will now take on the Honorable Rendag. Let me know when you're ready for the next fight. All right. Tournaments. That's a pastime for real men. Can we get... Ready? I am indeed. Let's begin then. Geralt of Rivia will now take on the fearless Boren. Is there not a single fucking soul in Kedwin able to beat the Witcher? Dongfield cowards, all of you! Nem úgy tűnik. Apparently not in Kedwin, but in Temeria, perhaps. I'll give it a shot. See ya. That could be interesting. If you win, I'll double the reward. Vess, az jó lesz. Challenger this time will be Vess, a maiden serving in an elite unit of the Temerian army. I surrender. A few more like him and I can conquer half. Mire gondolsz? Ki az? Give him the prize. He's earned it. The king wanted a spectacle and he got it. A shame the result was so predictable. Witches are not invincible. Seems this one is. But you were brave nonetheless. She fought harder than all the Kedwenni soldiers. Hát ez az. Csak jobban nyomta. A szia. He took me seriously. Na vesz. A... Az úti társunk. I'm going back to my camp. Visit me if you want. Women. Persze. Here's your praise. I need to get back to my business. Na, volt egy ilyen jó kis aréna harcunk, úgyhogy sikerült győzedelmeskedni, úgymond. Beszéljünk Vesszel. Szóval a karakternek köszöntem amúgy. Mert nem gondoltam volna, hogy fölbukkan majd ezen a tornán, mint kihívó. De egyébként turván nyomta, tehát jó harcos. Majdnem meg is fingatott. What else am I to do? This mist's driving me crazy.
És még ő köszönte meg, hogy nem bántunk vele kesztyűskézzel. Érted? The only great fights are those I win. It's no dishonor to lose to a mutant created for swordsmanship. If it wasn't a tournament but a battle, we wouldn't be speaking now. You were better than all the knights of Ketlin put together. You're very kind. I'm sincere. A rare trait. Perhaps I should take advantage of this opportunity. Hmm. Since we're being honest, I'd like to have some wine with you. With pleasure. I wasn't expecting you to agree. This was your chance to get back at me. I have no need. In truth, I'm grateful to you. Interesting. I was sure you'd go easy on me. Then I'd have told you to bugger off. But since you took me seriously, I have some Tucson wine in my tent. Could I tempt you? Lead the way. Shuman. I learned more about you from that duel than from all our conversations put together. I'm curious. According to Geralt of Rivia, what is Vess like? She's ambitious, honorable, and beautiful. In that order? What if I say the reverse? If you think I don't like to hear compliments about my beauty, you're very wrong. I'm a soldier, and it pisses me off when I'm viewed as a pair of tits atop an arse. But I'm also a woman, and like every woman, I have my needs. In that case, let's drink to your needs. Then what do you want to drink to? To us. I didn't know there was an us. Better to live a day as a king than a life as a beggar. Végül is. First we'll drink the wine, then we'll go to bed. Ja, a sorozat sem volt rossz egyébként, majd lassan jön majd a második évada, majd ugye Netflixen. Úgyhogy, ja, majd kiderül. De az ugye a könyveket dolgozza fel. Elvileg nem mellett. Az. So he takes a pig's eye and puts it between his buttocks. He does what? Puts a pig's eye in his ass. The elder and the recruiter enter, and the mother says, "Result." Micsoda, hát már az első fejezet óta találkoztunk vele. Ilyen kalandnak még pont, hogy kicsit hosszabb volt, de pont megfelelő. Már nem tudom, hogy ennek van a mértéke, nem hiszem amúgy. Fene se tudja. Még megvizslatunk egy barlangot, megnézzük, hogy milyen kincsek rejlenek ott. És akkor szerintem már ennyi is volt a Bicser 2. Mire gondolsz, hogy korai? Akkor ezt erre gondoltál. Erre közben nézzük meg, hogy van-e fölösleges cuccunk. Nem tudom, lesz mit eladni. Disznó Hanselt. Várjál.
So? Hát az üzlet. Mégis eladhatjuk. Se lesz sok értelme sajnos. Az Iron Dite is mehet. Mégis ez is mehet. Ilyen érdekes dolog már nálunk van. Eladjuk, ezek megmaradnak egyenlőre. Jó. Jók leszünk egyenlőre. Super soldier seal or what? De 11:20 van, korai volt. Ja nem, közben újraindítottam a streamet, mert volt egy kis technikai probléma. De most már jó. Úgyhogy azért. Ha nem tudom, attól függ, hogy mit tudom én, annyira elszabadul a chat így beszélgetésügyileg, akkor tovább is mehet felőlem, amúgy úgy így szombat van, meg hétvége, meg minden. Felőlem mehet tovább is, nem arról van szó. Meg hát nyára van egy adott tervem, azt még ugye nem vázoltam föl. ASD-kingnek egyébként már mondtam, említettem ezt, úgyhogy majd, ha csak kicsit többen leszünk, akkor majd mondom. Úgyhogy... Ja hát... Ez egy ilyen játék, úgyhogy úgymond benne van, hogy éjfél előtt is lehetnek olyan jelenetek. E van. Ó, kétfelé ágazik a barlang. Aha. Massza az úgy. Ja hát... Tudom, hogy még nincs éjfél, de hát ez benne van sajnos ebben a játékban, ugye? Egy ilyen szituáció is adódhat, hogy... És nem vettük figyelembe az éjfélt. Nem vettem figyelembe. Igazából tök mindegy. De nem egész titeket. Legalább a haverját is sebezte. Már máshogy nem volt jó. Köszi. Nádikó. Ó. Slóvé. Lesz mit eladni. De különben is már volt egy ilyen jelenet, úgyhogy... Még 10 körül talán, vagy korábban. Valahogy így volt. Van itt minden. Az erőköre. Halott emberek. Gaz. Szi. Eléggé kiterjedt ez a rész. Ó, és még erre is van út. Hová vezet egyáltalán? Ó, egy roncs. Gondolom lehet, hogy ez is majd egy quest fog kelleni. Ide elnézhessünk. Egy pajzs. Érdekes. Jaj, még egy barlang bejárat gondolom. Ugyanaz a barlang rendszernek a része. Ahogy korábban táboroztak. Akkor sehova se vezet. Itt volt valaki korábban, ahogy nézem. Akkor menjünk erre be. Igen, itt voltunk az előbb, azt vágom. De
ide benéztem egyáltalán, nem? Medallion's telling me something. Gúrjuk át. Mi a szar? Hűha, még egy... Ú, te mi vagy? Te jó isten! Gólem! Ah. Jó bírja. Ott is a szintlépés. Na, ez se úgy semmi. Elementál kő. Köszi. Itt egy pár cumó. Azokat felvesszük. Banárdi páncél. Szar ez. Túlterheltek leszünk, igen. Van itt egy csomó cucc, amit el lehet majd adni. Mondd, hogy most egy picit lassabb lesz a menet. Legalább csomó cucc lesz, meg csomó lóvé, amit tudunk majd szerezni. Ez a páncél se rossz. Vasó. Hát ha már tele vagyunk, akkor legyünk tele rendesen. Meg kéne nézni a barlangnak a többi részét is majd. Ez a gólem harc érdekes volt. Azt is elvisszük. Pont nem voltam, szerintem. Ja, ugye ez a másik, úgymond kijárat. Azt vesszük. És itt is van egy csónakodom, ezzel is vissza tudunk menni, úgymond a hajóra majd. Ja, nem, csak egy szimpla csónak. Egyébként hogy telik az este, Rudi, hogyha még itt vagy? Ennek nagyba a streamek? Oké. Másikért, ott meg voltunk már. Mennek nagyban moderátori teendők? Sokat kell moderálni. Itt körbenézek legalább egy kicsit. Ja? Hát ez mondjuk benne van. Az államosság. Már voltunk, ugye győztük le a gólemet. Még lehetnek ilyen bűzdémonok, úgyhogy... Ha, értem. Hát figyelj, holnap még vasárnap, vagy, ja. Úgyhogy talán tudsz még egy kicsit pihenni, még mielőtt elindulna újból a hét, ugye? Biztos, szegény Forest? Én nem vágom. Nem tudom, mi van. Az. Azt hittem, hogy ezért fogja amúgy streamelni a Forzát, na.
Erre még nem voltam. Ezt lehet, hogy meg kéne még nézni. Úgy van. Ja, hát... Akkor élnek igazán, ugye? A trollnak nevezett trollok. Bár mondjuk ő se. Ők se igazi trollok már, mert ugye elvesztették a troll műveléteket. Régen a trollok viccesebbek voltak. Őket inkább nem trolloknak nevezném, hanem hát van más szó rájuk, szerintem trolloktól pont messze állnak. Ugye mivel tele vagyunk cuccal, ezért nem tudunk nagyon dodge-olni. Tehát azért most elég, egyébként elég hülyén megyünk, viszont azt le kéne ölni. Ki ott van. Dobtuk a bombát, mondjuk lószar sem ért szerintem. Ajjajjaj! Au. Hát, hogy ebből halál lesz így. Húzzonnan, húzzonnan, húzzonnan. Ó, jó. Még jók vagyunk. Ja, hát persze, ez az. Ezek nem igazi trollok, úgyhogy... Ezek csak trollnak nevezett valamik, ugye? Legtöbb esetben. Ja, ott egy hulla. Nála van, nála is van egy-két cucc. Pff, de még mennyi cucc? Kedveni bőrvért. Sérc. Ja, persze. Valami értelmes kritikát, ugye? Meg ugye építő jellegit. Az lenne igazából a lényeg. Mondjuk erre tovább, mert ugye onnan jöttünk. Vagy nem? De, arra kell menni, mert ugye az még úgymond nincs felfedezve. Vagy de? Várjál csak. Jaja, az nincs még felfedezve, akkor erre megyünk tovább inkább. Vannak ellátmányok, ahogy nézem. De még mennyi? Még ezek pont nem kellenek nekünk. Ezt meg ugye el tudjuk majd adni. Az úgy faszá. Ja, persze ez amúgy sok mindentől függ. Hogy mennyire indulnak meg az emberek, vagy hogy ki streamel, meg ilyenek. Vannak ilyenek, hogy direkt arra streamerre mennek rá. Mi a fa... Még egy troll? Nem, Rémbi vaj, hát ez nagyon jó. Miért kell nekem ilyenkor így ide jönni? Sok eszem van, ugye? Áh! Daráld! Ó! Hú! De ronda vagy. Kicsit kevesebb cuccal kellett volna ide jönni, az tény. Rémbi vaj agy, köszi. Öff. Béke poraira. Vagy mi az össz? Csontvázak. Vannak itt érdekes dolgok, na. Maradjunk annyiban. Mármint, mire gondolsz konkrétan? Melyik szitura, mert több is ment. Egy ideileg, ugye? Meg
Esztem nem voltam bent. Jó lesz, ha megint egy gólem vagy egy ilyen rémbival jön. Áldani fogom a nevét a játéknak ilyenkor. Ja, azt hiszem Andinak hívták a hölgyet. Ja, vágom. Ugye elvileg munkatársa. Tok, elvileg. Ha jól vettem ki. Spéz. Ja, azt tudtam. Vagyis egyet mondtátok, hallatszódott. Akkor ugye mondtátok. Be volt nyomva. Hát az akkor fasza. Ugye akkor sok értelme van. Felé vezet az út, és akkor gondolom majd le tudunk fordulni majd jobbra. Jobbára majd. Kíváncsi vagyok, hogy ez a szar hova vezet. Pff. Hát akkor sok értelme volt, hogyha beívták streambe amúgy. Már bocs, hogy így mondom. Most izé hülyeség volt behívni. Szörnyet sejtek lassan. Amíg ne legyen igazam. Hát felőlem majd mondhatod, hogyha úgy van, tehát nyilván nem streambe, hanem mit tudom én, érted? Húha, van itt egy pár láda. Nice. Érdekes. Kis lóvé. Még egy kis lóvé. Ezek pasért. Ah, pasért. Tegyük el ezeket is, ha már itt vagyunk. És akkor ugye majd vissza kell fordulni. Te? Legalább felfedeztük ezt a barlangrendszert is. Vagy várjál? Mutat egy ajtó ikont úgymond. Valahol. Tervemre? Milyen tervemre? Ja, amit mondtam, hogy nyárra tervezném? Aha. Hát nem tudom igazából, hogy... Mert igazából, amire gondoltam, azt meg lehet valósítani a nyáron. Csak pár ember kell hozzá. Meg minden. Egyébként ilyen stream dolog lenne, tehát nem ilyen... ilyen közös dolog lenne egyébként. Annyit mondok, hogy ugye streamelnék egy játékot azzal kapcsolatos. És hát igencsak interaktív lenne a cucc, tehát... Ahogy játszom a játékkal, úgy nem, hogy ti is be tudtok csatlakozni, nem tudunk róla dumálni is, meg minden, meg ugye együtt is tudunk akár döntést is hozni, hogyha arról van szó. Úgyhogy... Szépen így visszabattyogok. Közben meg tudunk dumálni, úgyhogy... Mielőtt én visszabattyogok a 60 kilós hátizsákommal. Ugye? Várjál csak. De lehet van egy olyan páncél a játékban, hogy megneveli a kapacitást amúgy. De úgy tűnik, azt nem találtam még meg. Úgyhogy az még odő van. Sajnos. Mert ugye... Korábban is játszottam a játékkal, és volt egy olyan páncél, ami elérhető volt, azt hiszem lehet, hogy kereskedőnél lehetett venni. Aminek köszönhetően ugye... megnövekedett úgymond a kapacitásod, tehát több tárgyat tudtál úgymond elrakni. Hogyha azt vesszük. És az úgy fasza voltam úgy, mert több szituációban is megkönnyítette a helyzetemet, úgyhogy abban a szempontból király volt.
így tudsz elrakás ügyileg, tehát abból a szempontból fasza volt. Talán nem jön senki. Vissza kéne találni ugye az eredeti kiinduló pontunkhoz, mert onnan nem volt messze a tábor, meg egy kereskedő sem, és akkor el tudjuk adni ezt a csomó cuccot, amit itt haláztunk össze. És akkor egyrészt ugye gyorsabban is fogunk tudni haladni, másrészt meg ugye úgymond Orennel utalmaznak érte minket, tehát ugye így ilyen kereskedelem kapcsán, tehát kapunk érte lóvét is, és akkor ez a későbbiekben azért nem lesz szar dolog, ha az meg lesz. Meg ugye előrébb lesz majd a sztori is, úgyhogy ja. Meg ugye a következő streamben majd ugye jövő szombaton ugye kicsit jobban ráfekszek majd a fő sztori vonalra, és akkor megnézzük ezt a vérátkos dolgot részletesebben, mert ugye most az a fő sztori szám, hogy ugye el kell tüntetni ezt a ködöt ugye a két fél között, tehát a csatatéren konkrétan. És ahhoz, hogy ez eltűnjön, fel kell oldani egy ilyen vérátkot, és meg kell küzdeni egy ilyen dragui lidérc katona szellemmel, így konkrétan egybe. Úgyhogy érdekes lesz, maradjunk annyiba. Meg nem tudom, hogy ez hozzá, hova a picsába vezette. Egy kérdés van. Gyors megvizslatjuk. Meg a part, hogyha jól látom. Nézzünk itt egy térképet. Jó, jók vagyunk. Kijutottunk a barlangból legalább. Ja, és innen is indultunk. Ja, király. Ez tök fasza. Úgyhogy azért ma is haladtam azért ahhoz képest, hogy volt egy ilyen technikai probléma. Úgyhogy... ja hát, igazából semmi különös, volt egy kis technikai probléma, meg minden. Újra kellett indítani egyszer a streamet, de egyébként minden faszán ment így a játékkal kapcsolatosan is. Szereztem, tudtam venni két új királykardot. Úgyhogy azért dupla annyit sebez, mint az előző. Úgyhogy szerintem a játék végéig el leszek ezekkel. Kicsit még fejleszgetem őket, ugye rakok belük rakok a kardokba rúnát, és akkor még speckóbbak lesznek. És akkor az úgy faszán meg lehet ezt oldani. Hát ugye talán gördülékenyebben megy majd a következő stream is majd ezekkel a fegyverekkel, úgyhogy ez egy ilyen kicsit ilyen mellékküldetésesebb, meg kraftolósabb, farmolósabb stream volt amúgy. De voltak azért érdekes pillanatok azért itt is. Ezt nem kell letagadni tőle. Na, adjunk el pár cuccot. Na nézzük. Ezeket a távolsági fegyvereket azért megtartanám, mert ki tudja, hogy hát ha még jól jönnek majd később. Bár mondjuk ez mondjuk feleslegesnek érzem, úgyhogy itt eladhatjuk mindegyiket. Páncélok tekintetében... Tércsizma epikus. Hát van csizmánk, úgyhogy ez mehet. Ezeket jó lehet fejleszteni amúgy, úgyhogy lehet, hogy ezt inkább meghagynám. A fegyverek. Na itt lesz mit eladni. Ásó. Balta, csákány, pattyúkart, hasítóbárt, mehetnek mind a levesbe. Egyébként... na mondjuk ez is mehet. Itán felül. A kacatunk is van, azt is eladjuk. Ebből kicsit sok van, úgyhogy ezt redukáljuk. Mink van még? Mágis. Vagy mi? Fejlesztések. Maradhat.
Ja, hát persze, sokszor van ilyen sajnos, vagy nem sajnos, ugye, ahogy vesszük, ugye, ezeket a dolgokat. Úgyhogy, meg hát mindenki maga dönti el, mit csinál, úgyhogy én nem szólok bele senki dolgába, érted? A holdrúnát berakjuk egyszer ide. Meg naprúnát ide. Akkor szortírozunk egy keveset. Kísértett olaj, mondjuk abból kell majd csinálni. Akkor mostantól ezeket használjuk, ezt a nekrofág olajat, meg ezt a barna olajat, ami ugye majd növeli a cuccost. Páncélfejlesztés, az hol is van külön? És jelezve külön bassza meg. Nem. Ez úgy külön nincs jelezve. Hát persze, igazából az a úgymond fő probléma, ha azt vesszük. De hát lehet, hogy jobban járok, hogy annyira nem vágom, vagy mit tudom én, érted? Ezt is hozzácsapjuk, köszi. És akkor, hogy már a páncélunk teljes. Úgyhogy ja, meg valahogy még megpróbálok refaragni a dolgokból. Ez a rozsdás lófasz nem fog kelleni, úgyhogy szerintem ezt inkább el is dobom ide. Köszi. Ezt legyen másé. Meg majd lehet, hogy kocsvasztani is fogunk egyet, az majd még kiderül. Na jó, van, faszán mentettünk meg minden. És következő részben majd ugye jövő héten ide fogunk eljutni, tehát el kell mennünk annak a varázslónőnek a kivégzésének a helyére, mert ott nyomta ezt a vérátkot el. És hát onnan tudjuk meg a részleteket, hogy mi a helyzet kvázi az egészben. Úgyhogy jó. Mondhatni, ez azért ez a nap is eléggé tartalmasan elment, úgyhogy legalábbis nekem mindenképp így stream kapcsán meg minden, úgyhogy érdekes volt nagyon, de legalább lement, és ez kurva jó volt szerintem. Úgyhogy, ja. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, meg minden. Szerintem holnap még jövök, amúgy Unravel-le folytatjuk azt a gombolyagos játékot, azt a platformer játékot, kicsit így kihúzzuk, amit ugye pénteken elkezdtünk, meg szerintem majd folytatni fogom majd hétfőn is. Addig ugye, ha vasárnap egyébként nem sikerül befejezni. Úgyhogy, ja, kb. Ennyit terveztem mára. Meg minden, úgyhogy köszi, hogy jöttetek, meg minden. És majd holnap találkozunk ugye majd Unravel-lel. Úgyhogy köszi, meg minden. Jó éjszakát, jó pihenést, hogyha aludni mentek, meg ilyenek, és szevasztok. Sziasztok, cső!